Sziasztok, pelenka.hu vásárlók! Folytatjuk a Baba, Mama, Barát strand sorozatunkat. Most itt vagyunk a Margit szigeten, a Palatinus strand előtt, és mindjárt bemegyünk és megnézzük, hogy mit is lehet itt a babócáinkkal csinálni. Ugyanúgy, mint az eddigi strandjainknál, itt is 3 éves korig nem kell jegyet váltani a gyermekeinknek, viszont lehetőség van családi jegyek vásárlására 3, illetve 4 fős családok részére 7200, illetve 10100 forintért vehetünk napi jegyet. Hátam mögött látható a Baba medence, és nagyon fontos, hogy megjegyezzük, hogy a Palatinus strand teljes területe akadálymentesített, tehát babakocsival be lehet jönni. Az oldalsó kapunál beengedik a mamákat babakocsival, illetve a WC-kben van lehetőség pelenkázásra is. Idén végigjártok, azt mondja, Csillaghegy, Pünkösfürdő, Római, hol voltunk még? Valahol még voltunk, a Paszkálon is voltunk. Ugye meg itt voltunk most kétszer, úgyhogy hát zsinórban megyünk körbe-körbe. Melyik tetszett a legjobban eddig? Hát eddig ez, azért jöttünk ide-vissza. Következő állomásunk a Paszkálfürdő lesz, ahol a jegyárak 6400 és 9200 forint között változnak, hogyha 3, illetve 4 tagú családnak veszünk kedvezményes belépőjegyet, és itt is ugyanúgy, mint az összes többi strand esetében 3 éves korig ingyen jöhet be a gyermekünk, úgyhogy tartsatok velünk, bemegyünk és körbenézünk, hogy itt mit is csinálhatunk vízimádó babócáinkkal. Gyertek velem! Miután beérkeztünk ide a strandfürdőnek a területére, csoportos öltözők vannak, ahol lehetőség van babát pelenkázni, van pelenkázási lehetőség. Mögöttem látható a gyermekmedence, ami kifejezetten tetszik nekem, hogyha mondhatom ezt így, ugyanis el van választva a gyermekmedence két részre. Az első részen nagyon sekély a víz, tehát az úszni nem tudó, igen apró csöpségeinkkel is bátran bemerészkedhetünk itt a vízbe, vagy beengedhetjük őket karúszóval, úszógumival. 32 fokos körülbelül itt a víznek a hőmérséklete, míg a térelválasztó mögött, ahol a csúszdák is láthatóak, ott sem mély a víz, ott 70 centi mélységre számíthat. De ami még nagyon fontos és nagyon jó dolog, hogy itt a medencét egy rekordnál vették körbe, ami ez a gumis járólap, tehát hogyha esetleg elesne a pici csöpségünk, vagy a nagyobb acska gyermekünk, akkor sem történik vele semmi probléma. Mi tetszik itt nektek most jelen pillanatban a legjobban ebben a Paszkál strand és élményfürdőben? Hát nyilván az, hogy a gyerekeknek nagyon jó az a medence, kisgyerek, nagygyerek, de szeretünk ide járni, van hűvösebb víz, lehet úszni is, szeretjük, közel is van, itt lakunk nem messze. Hát már egy pár éve ide járunk, igazából közel van. Meg jó a strand egyébként. Kisfiad mennyi idő? 3 éves. Kedves pelenka.hu vásárlók, egy hatalmas meglepetéssel is szembesültünk itt, hiszen Olivér, akit az előbb láttatok, nem csak egy egyszerű strandoló kisfiú, hanem pelenka.hu-nak az egyik nyertese. Elmeséled nekem, Robi, hogy mi hogyan is kell ezt érteni? Milyen pelenkát nyertetek? Pampers pelenkát nyertünk, tudomásom szerint, emlékeim szerint, de ezeket a feleségem rendelte, megintézte. Azt hiszem talán 1,5 éves volt, amikor beküldte a fotóját a pelenkával, és ő lett a nyertes. Következő állomásunk a Pesterzsébeti strand, ahova most ellátogatunk. Mielőtt bemennénk, akkor elmondom a jegyárakat. Itt is 3 éves korig ingyen bejöhet a gyermek, tehát nem kell neki jegyet venni, és itt is lehetőség van 6400 és 9200 forintért családi belépőjegy vásárlására, 6400 forintért egy 3 tagú család jöhet be, 9400 forintért pedig egy 4 tagú család jöhet be, 14 éves korig számít itt is gyermeknek a gyermek, utána pedig diákjegy megvásárlására van lehetőség. Gyertek, nézzük meg, hogy milyen ez a strand belül. A hatalmas füves területen elhelyezkedő Pesterzsébeti strandon a gyermekmedencének a hőfoka 32 és 34 fok között változik, és a maximális vízmélység körülbelül 40 cm, tehát egész biztonsággal hozhatjuk pici babócáinkat, akik itt játszhatnak a hátam mögött lévő gyermekmedencében. Még mindig itt vagyunk a strandon, bár ez a csend nem ezt mutatja, hiszen a beltéri gyermekmedence mellett található egy csendszoba, ahová az anyukák elvonulhatnak a babáikkal, akár pihenni, aludni, szoptatni, vagy pedig tisztába tenni őket. A Pesterzsébeti strandon beltéri medence is van a gyermekeink részére, hogyha kint vagy túl meleg van, vagy pedig éppen az idő nem olyan, hogy a kinti medencéket tudjuk használni. Ez a beltéri gyermekmedence látható itt a háttérben.
és külön kifejezetten a gyermekeknek a kedvére mozaikos állatminták díszítik a falat, illetve egy mosdóhelység is található, ahol apró csap és picike WC is van a legkisebb vendégek számára. Mióta jártok ide a Pest Erzsébeti strandra? Nyitás óta igazából itt lakunk, úgyhogy nekünk apóra jön ez. Mennyi idős a csöpsége? A pici 1 éves, a nagy ő már 3,5. Miért szeretitek ezt a Pest Erzsébeti strandot, azon kívül, hogy közel van az otthonotokhoz? Hát leginkább ezért. Ez a fő, de ez a gyerekmedence is egész jó. El vannak benne a gyerekek.